Zárjuk le akkor a decembert, így a 2022-t is, viszont ahogy a múlt hónapban is tapasztaltátok, csinálok most már ilyen havi lezáró kis videókat, hogy mi újság volt a csatornán, és mi várható a jövőbe. Úgy tűnik, hogy ezt tetszett nektek, szóval köszönöm még egyszer, és nézzük a decembert. A november úgy záródott le, hogy a Sonic Frontiers átvette a csatornát, hiszen ez volt az, amit annyira vártunk, és játszottuk végig. Illetve a Nickelodeon Kart Racer 3-hoz is, mert az ilyen versenyzős játékokat is szeretem, ami ilyen kart racer is típusúak, és sikerült még betenni még decemberbe egy fejlesztői idős menetet is, kettő újabb fejlesztő a Crash Team Racingbe, szépen, lassan, de egyszer csak meg lesz az a kerék, amondó vagyok. Na de, játékok szempontjából akkor a változatosság volt, illetve a Medieval, ami a halloweeni időszakra volt játék kitűzve, az lett még befejezve, újabb platina trófea, és hát a december hónap, na jóha, nem húzom tovább az idejét, a Crash Team Racing helyett Crash Team Rumble volt, itt a bejelentés. Nem zártuk le 2022-t úgy, hogy ne legyen Wumpa League, csak hát nem Wumpa League-nek hívjuk, hanem Crash Team Rumble-nek, az új CTR itt van nekünk, 2023-ba érkezik, szóval nagy szeretettel várjuk. Én már is kifejeztem a szeretetet, videó után videó után videó, még annyira sokat csináltam, szerintem legalábbis, hát nap mint nap, szerintem vagy 5 napon keresztül csak arról csináltam, hogy észrevettem, hogy az érdeklődés, a hype az kicsit lentebb és lentebb, mert semmi baj, a hype az fennmarad, én fogok készítgetni itt-ott videókat, de nem pedig úgy egymás után sokat. Nyilván, hogyha van info, amiről 2-3 videót lehet csinálni, én fogok csinálni, nem zavar, hogy most mennyien érdeklődnek utána. Crash csatorna, platformer csatorna. Szóval, ami még sikeres volt szerintem, hogy a DLC-t lezártuk a Sonic Frontiers-be, illetve jelezték, hogy mi lesz 2023-ban, ez is szerintem nagyon király. Na de egy régi kérés megvalósult, karácsonyi ajándékként egy Crash végigjátszást, méghozzá sokak kedvencét, a Mocha Mestert, a Twin Sanity-t csapattam végig. Nekem ez nagyon jó kis nosztalgia visszamenés volt a Twin Sanity-be. Szerintem ilyet még lehet, hogy fogok csinálni gyakrabban, de meglátjuk, nem mint a Twin Sanity-t, hanem hogy így visszamegyek valami korábbi Crash játékra is, mert a modernekkel szoktam, tudod, Ancient Trilogy, CTR és a Crash 4, azokat úgy újra meg újra játszom, de nem olyan nagy kihagyással, tehát a Twin Sanity az egy nagy kihagyás volt nekem, és így visszatérni nagyon kedves volt. Aztán reakció videóba vártátok még, hogy a Sonic Villains rap-et nézem meg, az nem tudom miért, de annyira szeretnétek volna. Talán miután megnéztem, kiderült, hogy miért, mert annyira jó volt. Az tényleg kiemelendő, Chemsteady és a csapata, akiket ott összehozott, hogy olyan rappet raktak, hogy fú, a hősnél hogy lehet jobb a rossz fiúkkal csinálni, a gonoszokkal. Azt ki kell emelnem itt is. Szóval a 2022. december elég jól sikerült szerintem nekem, hát főleg, hát a Crash és a Sonic most már kapta, de nekem a Crash mindig közelebb van a szívemhez, az én gyerekkoromba, az én nosztalgiámba, ő nagyobb faktor, viszont a Sonickal is elégedett vagyok, de hát ez az új Crash játék, amit nagyon várok. Remélem ti is így fogjátok várni. A jövőben mi lesz következő hónapban? Holnap, boldog új évet előre is, holnap lesz akkor a nagy év értékelés rövidebben, mert ugyebár most már havonta fogok csinálni ilyen havi értékelőket, és egy nagy előretekintés 2023-ra. Hát itt ott mondtam azért dolgokat, hogy Crash Team Rumble, meg Sonic Frontiers update-ek, viszont nagyra előre ívelés 2023 az holnap lesz, úgyhogy boldog új évet, holnap 3 órakor!